a Megyeházán a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium növendékei és a Nagykálói Meglepetés Együttes közreműködésével tartottak megemlékezést a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából. 1947. február 25-én Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát, a megszálló szovjet hatóságok jogellenesen letartóztatták, majd a Szovjetunióba hurcolták. A mentelmi jogától megfosztott képviselő közel 9 évet töltött börtönökben és munkatáborokban. A politikus emblematikus letartóztatása az első állomása volt annak az eltervezett folyamatnak, amely során a kommunista párt az ellenszegülők kiiktatásával a totális egypárti diktatúra kiépítése felé haladt. Kovács Béla típus példája lett a pártállami rezsim áldozataiként számon tartott embereknek. A kommunista diktatúrák halálos áldozatait világviszonylatban 100 millióra becsülik, Kelet-Közép-Európában a számuk eléri az 1 millió főt. Az országgyűlés 2000-ben február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává nyilvánította. A nyíregyházi megemlékezésen Szabó István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke hangsúlyozta, nem szabad felednünk a kommunizmus rémtetteit, azokat újra és újra fel kell idéznünk, meg kell ismernünk a személyes történeteket és a tényeket. A kommunista diktatúra feltárása azért is fontos, hogy ismerjük miben létét. Ismerjük és felismerjük, hogy messziről felismerjük a valódi diktatúrát. És ahogyan egy közelmúltbeli könyvbemutatón elhangzott, a fiatal politikus nemzedék egyik képviselőjétől, hogy ne forduljanak elő olyan tájékozatlanságról tanúskodó nyilatkozatok, amelyek a szabadon választott kormány és a diktatúra közé egyenlőségjelet tesznek. A rendszerváltás után született nemzedéknek már csak történelem az emberi sorsokat romokba döntő kommunista rendszer. Ezt már Román István mondta ünnepi beszédében. A megyei kormány megbízott kiemelte, a mai fiatalok számára már elképzelhetetlen a kommunizmus elnyomása, a véleménynyilvánítás és a szabadság hiánya. A véleménynyilvánítás szabadsága ma már alkotmányban biztosított jogunk. Ma már az embereknek megadatik az a lehetőség, hogy szabadon utazzanak az egész világon, vélemény nyilváníthassanak, sőt, beleszólhassanak az ország sorsának irányításába szabad választásokon. Mai emlékezés célja nem az, hogy sebeket szakítson föl, hanem hogy tájékoztasson, fölvíja a figyelmet, hogy olyan döntéseket kell meghoznunk, melynek eredményeképpen a jövőben nem fordulhat elő hasonló időszak egyetlen ország történetében sem. A Megyeházán rendezett ünnepséget követően a megemlékezés résztvevői napkoron a szovjet gulágtáborokba hurcoltak emlékére állított emlékműnél tartottak koszorúzást.